kívánok! Nagy ható távolságú rakéta elindításának előkészületei láthatók Észak-Koreáról készült új műhold képeken, ami alátámasztja, hogy a kommunista ország a nemzetközi tiltakozások ellenére végre akarja hajtani a bejelentett rakétaindítást. A képeken látszik, hogy munka folyik egy mobil indító állás közelében lévő darunál, de rakétának még nincs nyoma. A japán média jelentette, hogy Észak-Korea elkezdte betölteni az üzemanyagot a rakétába, amellyel műholdat akar felbocsájtani április közepén. Az indítás napja valószínűleg április 12 vagy 13 lesz, mondták a fenyanami kormányhoz közel álló források. A nagyhatalmak gyanúja szerint Észak-Korea a műhold fellövést ürügyül használja fel egy rakétakísérlethez. A japán média szerint a Védelmi Minisztérium utasította a hadsereget, hogyha a felbocsátandó észak-koreai rakéta fenyegeti az ország területét, akkor semmisítse meg. Lázadás tört ki, és tűz pusztított egy hondurasi börtönben, az incidensben legkevesebb 18 rab meghalt. A tüzet egy rendőr felügyelő szerint a rabok okozták a fővárostól 240 kilométerrel északra lévő San Pedro Sula város börtönében. A tűz okát egyelőre nem derítették ki. A rendőrök mind a lázadást, mind a tüzet már megfékezték, állítólag a tüzet maguk a rabok oltották el. A hatóságok azt állítják, az őröknek egyetlen lövést sem kellett leadniuk. Az országos tűzoltó parancsnok azonban úgy nyilatkozott, hogy van a börtönnek egy olyan szárnya, amelyet még mindig a rabok tartanak az ellenőrzésük alatt, és fel vannak szerelkezve gránátokkal. Eddig 18 rab holttestét találták meg, közülük az egyikre lefejezve bukkantak rá, a többiek a tűz áldozatai lettek. Felgyógyult a gégerákból Luiz Inácio Lula de Silva volt brazil elnök. Az egykori államfő az orvosaitól kapott jó hírt követően egy 3 perces videó üzenetben mondott köszönetet mindazoknak, akik támogatták őt a daganatos betegség leküzdésében. A 66 éves Silva azt is kijelentette, hogy mivel újra egészséges, szeretne visszatérni a politikához. A korábban 2 cikluson keresztül is államfőként tevékenykedő politikus népszerűsége csúcsán 2010-ben hagyta el hivatalát, de sokan úgy gondolják, a jövőben még visszaülhet az elnöki székbe. Orvosai szerint a következő 5 évben Silvának még számos kontrollvizsgálaton kell majd átesnie, hogy teljesen biztosak lehessenek abban, hogy nem újult ki a daganata. Megrázó emlékeket és indulatokat kavart fel egy aukció Olaszországban. Milánóban az egykori terrorszervezethez, a Vörös Brigádokhoz kötődő dokumentumok és levelek kerülnek kalapács alá. Kirabolt bankok, elrabolt emberek és nem utolsó sorban egy meggyilkolt kereszténydemokrata miniszterelnök. Ezekkel a bűncselekményekkel fémjelezhető a Vörös Brigádok 1970-es és 80-as évekre tehető fénykora. A marxista terrorcsoport még a NATO egyik helyettes vezérkari főnökét is túszult tudta ejteni, akit az évtized egyik legmerészebb akciójával tudtak csak kiszabadítani, 42 napos fogságot követően. A fájó emlékeket most egy aukciós ház kavarta föl. A milánói árverésen többek között az a dokumentum is kalapács alá kerül, amelyben a brigád bejelenti, hogy ki fogják végezni a foglyul ejtett kereszténydemokrata miniszterelnököt, Aldo Mórót. Bár a licitett szervezők elismerik, hogy sokakban régi sebeket tépett fel az aukció, mégsem áll szándékukban elállni attól. Teljes mértékig együttérzünk az áldozatok hozzátartozóival, de a történteknek immár 40 éve, és ezek a dokumentumok a történelem részének tekinthetőek. Nyilatkozta az egyébként egy romos házban talált levelekről az aukciós ház igazgatója. Sok érdeklődőnk volt már eddig is. Ez a kora történelem egy igen ellentmondásos fejezete, ami viszont a gyűjtemények számára kifejezetten vonzó, tette hozzá. Az áldozatok azonban másképp látják a helyzetet. 1980-ban én is egy terrortámadás áldozatává váltam. Ezeknek az írományoknak az olvasása mély sebeket szakít fel bennem. Meggyőződésem, hogy sok hozzátartozó érez hasonlóan most, hogy a Vörös Brigádok dokumentumaiból pénzt csinálnak, és ismét a közbeszéd témájává teszik a terroristák gondolatait, nyilatkozta ez a férfi. Őt a brigád terroristái mind a két lábán meglőtték, mivel a különböző politikai pártokhoz tartozó emberek közötti kulturált párbeszéd mellett emelte fel hangját a 70-es évek végén. Azt mondja, hogy ugyanazt a félelmet és pánikot érzi most a dokumentumok láttán, mint amit akkoriban.
Bár a szervezetet a hatóságok a 80-as évek végével megszűntnek nyilvánították, a csoport az elmúlt években is hallatott magáról. Az olasz hatóságok 1999-ben egy olyan tervről értesültek, amelyben a brigád nevében Silvio Berlusconi meggyilkolását tervezték. 2002-ben pedig a miniszterelnök egy közgazdász tanácsadójának a meggyilkolását vállalta magára a szervezet. Világhíradóval legközelebb este 19:30 várom önöket, addig is szép napot kívánok, viszontlátásra!